Kedves kollégák, ma a Trello nevű tervező és szervező eszközt szeretném nektek bemutatni. A Trello egy 2011-ben alapított vállalkozás, ami akkoriban még egy ingyenesen elérhető rendszer kint vált ismerté, főleg a projekt pedagógiában találkoztam én vele, és ma is nagyon sok tekintetben ingyenes, de ma már olyan sok funkciója van, hogy van fizetős része is, annál is inkább, mert 2017-ben ezt az amerikai vállalkozást 425 millió dollárért vásárolta föl egy ausztrál ilyen cégcsoport, az Atlassian, úgyhogy ma már azért nem egy kis garázs cégről van szó, hanem egy jól ismert eszközről, amiről tudni kell, hogy ezt az eszközt cégek nagy előszeretettel használják, személyek is használják, személyes célra is, mutatok majd példát, és tanárok is használják, de ebben a körben nagy részt talán a céges felhasználás jelenti, nem mint hogyha egy iskola nem lenne pontosan egy cég, ami most éppen home office-ban működik mostanában. No, akkor maga a Trello blogját lehet most látni, blog.trello.com, ezt azért ajánlom, mert ezen az oldalon rengeteg hír jelenik meg, újdonságok folyamatosan, rengeteg apróság érhető el a Trellohoz, szinte követhetetlen, hogy mennyi minden, számomra legalábbis biztosan. És akkor átkapcsolok most a Trello-ba, a Trello nézetbe, ami az én Trello azonosítomhoz kapcsolódik. Tehát, hogyha valaki regisztrált, akkor megjelenik számára egy eléggé letisztult, jól áttekinthető felület. Mint látszik, a felület magyar nyelven is tud, és hát tulajdonképpen egy ilyen áttekintés látszik. Ez a házikóval elérhető nézet, amit most látunk, itt most azt mutatja, hogy mivel foglalkoztam én legutoljára, tehát milyen részét néztem meg a Trello-mnak legutoljára, de van egy ilyen menüpont itt, hogy otthon, ami ad egy áttekintést mindenféle tekintetben. Itt jobb oldalt látszik, hogy mik a nem régen megtekintett dolgok, középen pedig a legsürgősebb dolgokra hívja föl a figyelmet. És akkor egy kicsit erről szeretnék beszélni, hogy mi mindent lehet itt csinálni. Hát első dolog az, hogy a Trello-ban úgynevezett táblák vannak, minden projekthez, minden feladathoz úgynevezett táblák tartoznak, és a táblákon szoktuk a feladatokat, a teendőket és a különböző egyéb dolgokat nyomon követni, kezelni úgynevezett kártyák formájában. A kártyákat pedig úgynevezett listákba szoktuk szervezni. Hogyha megnézzük, hogy milyen táblák és kártyák vannak, hát itt példaképpen mutatom, itt van ez az időmenedzsment nevű tábla. Ezen van jelenleg 4 lista, a jegyzetek, emlékeztetők, a teendők, a mai feladatok, és a kész nevű lista. Itt látható, hogy bármikor lehet újabb listával bővíteni, és ezeken a listákon belül találhatók az úgynevezett kártyák. Ezek itt a kártyák, tehát például, hogyha
itt van egy teendő, mondjuk feladatsort kell készítenem a rezgésekkel kapcsolatban, és hogyha ez mondjuk egy mai feladat, akkor áthúzom ide, és akkor ide kerül, ha pedig valami elkészült, akkor áthúzom ide, és akkor a készbe kerül. Tehát az alapfogalmak tekintetében ennyit kell tudni, hogy vannak táblák, a táblákon vannak listák, és a listákon belül pedig kártyák vannak. Most létre fogok hozni a nulláról egy új táblát, és utána megnézzük, hogy ott mi mindent lehet csinálni, mi mindenre jó ez az egész. Itt látszik, hogy van egy ilyen hogy új tábla létrehozása, de sok helyről lehet ezt elkezdeni. Van itt fönt egy pluszjel is, itt is lehet táblát létrehozni, valamint csapatot létrehozni, valamint vállalati csapatot létrehozni. Hát a vállalati csapat létrehozásához már a fizetős funkciót kellene igénybe venni, amit én nem vettem igénybe, tehát nekem nincs ilyen előfizetésem. Holott azért mindjárt elárulom, hogy hogyan tettem szert egy kis pluszra, és ezt azért is mondom, mert ti is meg fogjátok ezt élni hamarosan. Szóval hozzunk létre egy táblát, hogyha van kedvetek, akkor ezt kövessétek velem, tehát ti is hozzatok létre magatoknak egy táblát, ez egy ilyen pluszjeles módon, és akkor együtt fogjuk kitölteni egy példaként, és végignézzük az összes funkciót. Hát, hogyha rákattintottatok, akkor ti is látjátok azt, amit én. Az első dolog az, hogy meg kell adnunk, hogy mi a táblának a címe. Hát én ugye rövidet választok, az lesz a neve, hogy projekt. És itt felajánlja, hogy egy csapatnak vagy csapat nélküli tábla legyen, ugye, hogyha ti most kezdtétek, még nincs csapatotok, én is átállítom jelenleg ezt még csapat nélkülire. Nekem két csapatom van, úgyhogy az már hozzá is akarná társítani. Aztán itt vannak ezek hátterek, tehát ugye felajánlja, hogy valamilyen háttérrel indítson ez a dolog. Én elfogadom ezt a buborékosat, ezt mondom új tábla. Íme elkészült az első táblánk, egyelőre még teljesen üres ez a tábla. Na most, ha az ember különböző felhasználókkal beszél, akkor sokan elmondják azt, hogy a legtöbb időt az ember a Trello kapcsán azzal tölti, hogy a megfelelő hátteret kiválassza, hanem megfelelő csinos hátteret kiválassza a tábláinak. Úgyhogy ezt nem akarom elkerülni, ezt én sem. Ráadásul nem is annyira tetszenek ezek a buborékok itt. Itt jobb oldalon van a menü, ami most éppen nyitva is van, és itt van egy ilyen, hogy háttér megváltoztatása. Ha erre rákattintok, akkor választhatok, a színek között vannak ilyen sima, egyszerű színek, tehát lehet ez is a háttér, és választhatok fotók közül is. Itt lehet keresni is, tehát hogyha be akarjuk írni ide azt, hogy nem tudom, én beírom azt, hogy wood, és nem tudom, hogy akkor ezzel kapcsolatban lesz-e itt valami. Hát... nem annyira, lett itt fa, igen, itt van a fa, hát akkor legyen ilyen deszka háttér, ez lett az én hátterem. És természetesen ezen lehet változtatni, valamikor ez már nem tetszik. Tehát a menüben ez az első feladat, hogy csinálunk egy hátteret. Én azt mondom, hogy ezzel egy percnél többet kár foglalkozni, de van, aki nagyon szereti ezeket megtervezni, úgyhogy csak nyugodtan. A menüben van még egy funkció itt fönt, az a címe, hogy amit a tábláról tudni kell. Ha erre rákattintok,
akkor rögtön látszik, hogy ezt a táblát én hoztam létre, ami persze nagyon kedves dolog, de még emlékszem rá, de ez nem azért fontos, hogy én emlékezzek rá, hanem azért fontos, hogy ha valakik mások is fogják használni ezt a táblát, akkor tudják, hogy ki hozta létre, ki a tulajdonos, és itt a leírásban pedig megadhatjuk, hogy miről szól ez a tábla. Én azt írom be, hogy digitális téma 7 projekt. Ugye ez azért fontos, mert ha van az embernek mondjuk 20 táblája, akkor nem biztos, hogy tudja, hogy mi micsoda, főleg akkor érdekes ez, hogyha mások táblájához csatlakozunk, akkor is van egy leírás arról, hogy ez micsoda. Oké, most ezt X-el be is csukom ezt a menüt, és itt van ez a csupasz tábla. No, azt mondtam, hogy a táblán listák, a listákon kártyák vannak. A munkaszervezéséhez fogjuk ezt használni, tehát a projekt munkaszervezéséhez. Ezért létrehozok egy olyan listát, aminek az lesz a címe, hogy feladatok. Aztán létrehozok egy olyan listát, hogy dolgozunk rajta. Aztán létrehozok egy olyan listát, hogy kész. És létrehozok egy olyan listát, hogy ötletek. És hát lehet ezt bármeddig folytatni, azért az áttekintetőség fontos, tehát azért van egy határ. Na most ezeket a listákat itt így helyezi el az alkalmazás, hogyha ezen változtatni szeretnénk, akkor lehet, mondjuk az ötleteket ide előre teszem, az mondjuk logikusnak tűnik. No, akkor nézzük meg, hogy hogyan kell kártyákat létrehozni, és mit tudunk mi a kártyákkal profitálni, vagy mit tudunk ezekkel elérni. Hát nézzük meg például a feladatoknál. Ha ide kattintunk, akkor létre lehet hozni egy kártyát, mondjuk legyen egy olyan feladat, hogy plakát tervezése. Beírtam ennyit, hogy plakát tervezése, és egy Enterrel rögtön már ugrik a következő kártyára, tehát lehet a következő feladatot beírni. Beírom, hogy fotók készítése a folyó partján. Fotók válogatása legyen a következő. Javaslom, hogy ti is próbáljatok egy pár ilyen kártyát készíteni, és még írok egyet, hogy fotók retusálása. Mondjuk, az ötletekbe is tegyünk egy kártyát, például javaslatok a kiállítás helyszínére. Mondjuk, hogy valami fotós témájú kiállítást készítünk elő, és az arról szól a projekt. No, hát ez már egy ilyen képet ad arról, hogy itt mi minden történik. Ugye a nyomonkövetésben az segít, hogyha mondjuk a feladatokból valamelyik munkával valaki elkezdett foglalkozni, tehát azzal a feladattal dolgozik valaki, mondjuk fotókat készít a folyó partján, akkor át lehet ide húzni. Ugye jelen esetben ez egy személyes tábla, tehát a tulajdonos, vagyis én tudom áthúzni ezt a kártyát, ha pedig elkészült a dolog, akkor átmehet ide a kézbe. De vissza is mehet, tehát hogyha azt mondja valaki, készre jelenti valaki, és azt mondja, hogy
kész van, de én szerintem még nincs kész, akkor szépen ide vissza lehet tenni. Nézzük meg, hogy egy ilyen kártyán mi minden lehet, mert a igazi kincsek azok most következnek. Rákattintok arra, hogy plakát tervezése, ez lesz egy kártya, és ezáltal megnézzük, hogy mi minden tud egy kártya valójában. Hát, ugye látszik, hogy van a plakát tervezése cím itt fölül, van egy leírás, ide a leírásba érdemes leírni, hogy mi a feladat pontosan. Én nagyon híve vagyok annak, hogy a feladatokat specifikáljuk meglehetősen pontosan, olyan pontosan, hogy ne lehessen másképp megcsinálni, és legyen lebontva minél részletesebben. Hát most ezt én nem teszem meg idő miatt, az idő hiányában, de azt odaírom, hogy plakát tervezése Canva segítségével. Ez lesz. Mentés gombbal meg is történik. Ha ezt becsukom, akkor itt látszik, hogy itt van hozzá információ, tehát meg is jelenik. A leglényegesebb, legizgalmasabb dolog az az, hogy címkét is lehet hozzátenni az adott kártyához. Ha rákattintok ide a címkéhez, akkor látszik, hogy ilyen különböző színű címkéket lehet használni. Persze az is lehet, hogy megállapodunk színekben, hogy a sárga ezt jelenti, a piros ezt, de nem ez a módja. Becsukom, és itt a menüben, itt a tábláról visszajövök, és itt a továbbnál itt megtalálom a címkéket. Itt tudom a címkéket szerkeszteni. És akkor a zöldhöz rendelek valamilyen jelzés, tehát mondjuk, hogyha valaki zöld címkét választ, akkor azt jelenti, hogy azzal a munkával kapcsolatban mondjuk nincs kérdése, halad a dolog, ezért egy ilyen okét választok. A sárgához odaírjuk, hogy gond van. Akkor mondjuk a piroshoz odaírom, hogy akadály, tehát mondjuk egyáltalán nem tudunk vele dolgozni. Aztán a, mondjuk a narancssárgához odaírom, hogy egyéni munka. Ugye ez teljesen rajtunk áll, hogy mit választunk, milyen elnevezéseket, milyen színhez. A lilához azt írom, hogy csoportmunka. És a kékhez pedig azt fogom írni, hogy termék. Tehát, hogy ez egy olyan feladat, aminek az eredménye végtermékkel jár. De természetesen mindenki dönthet szabadon, hogy hogyan szeretné ezt csinálni. És itt van új címke létrehozására is lehetőség, újabb színek és feliratok lehetnek. Na jó, ez rendben van, visszajövök ide a plakáthoz, és akkor már a címkéknél megjelennek ezek. Ugye megjelenik mondjuk ez a sok címke, és azt jelzem, hogy ez oké, tudjuk csinálni, nincs vele semmi gond, és mondjuk, hogy ez egy egyéni munka lesz. Ugye ezáltal ezt a jelzést rátettem a plakátra. Aztán még mi mindent lehet csinálni? Lehet készíteni hozzá egy úgynevezett listát, ami valójában egy ellenőrző lista, elnevezhetjük listának. Itt leírhatjuk, hogy mik a fázisai az egésznek, tehát mondjuk vázlat készítése. Színvilág, betű, típusok,
Most csak hármat írtam, hogy lehessen látni. Ez azért fontos, mert ezáltal egy értékelő eszközt is adunk hozzá, egy önértékelő eszközt, egy ellenőrző listát. Egyrészt azért, hogy leírjuk azt, hogy milyen lépései vannak a feladatnak, a másik pedig az, hogy ide ilyen olyan feliratok is elhelyezhetők, ami kifejezetten értékelő típusúak. Tehát mondjuk azt, hogy a betűtípusok kifejezik a kiállítás hangulatát. És akkor mindjárt értékelő eszközé válik. Ha az, aki dolgozik a plakáton, ezekkel készen van, akkor ezt így bejelöli, és ez látszik, hogy hogyan áll az, ez a munka. Becsukom egy pillanatra a kártyát. Itt lehet látni, hogy a checklist, tehát az ellenőrző listából jelzi, hogy három elemből már egy teljesül. Újra rákattintok, még mindent lehet itt csinálni, hát például rendelhetünk hozzá határidőt, hát ez egy nagyon fontos dolog, berendeljük ezt a határidőt 30-ára, május 30-ára. Itt látszik, hogy emlékeztetőt is lehet beállítani hozzá, egy nappal előtte fog emlékeztetni a Trello, hogy itt lejáró kártya van. Ugye ez megjelenik itt, és egyben megjelenik a kártyánál is. Ugye a tagot kihagytam, mert most még nincsenek tagok, mert ez a saját táblám, úgyhogy ez még itt nem fontos. Lehet hozzá csatolmányt tenni, és lehet ezt a kitöltést is használni. Ugye a csatolmány azt jelenti, hogy bármilyen fájlt lehet hozzá csatolni. Ugye itt számítógépről, magáról, a Trello-ról, ha össze van kapcsolva, akkor a Google Drive-val, Dropbox-ból, vagy a Box nevű, vagy a OneDrive-ról lehet betenni csatolmányt, vagy egy linket is be lehet ide tenni. Illetve van egy ilyen, hogy kitöltés, fedlapot is lehet hozzáadni. Ugye ez azt jelenti, hogy a már meglevő színek, vagy színes, vagy nem színes fedlapokból lehet hozzá valamit választani. Hát én megpróbálom ezt a visszafogottat, mert ez is elég intenzív választani, és akkor lett neki egy ilyen fedlapja. Hát így néz ki ez most, ez a kártya, ez ilyen nagyobb lett, és lett neki ilyen színes háttere. Az aktivitásnál, az aktivitás olyan, mint egy ilyen üzenőfal, itt lehet írni, hogy ki hol tart, beírhatok én is, beírhatnak a diákok is, tehát itt folyamatosan lehet arról a feladatról beszélgetni. Aztán ezen kívül a további funkciók itt láthatók. Ugye a power-up-okról mindjárt beszélek egy kicsit külön, úgyhogy azt most átugranám. De itt van a mozgatás, másolás, ugye ez azt jelenti, hogy át lehet tenni ide vagy oda, le lehet másolni egy kártyát, ami akkor hasznos, hogyha nagyon hasonlatos a feladat, tehát mondjuk például kísérleteket kell végrehajtani vagy tervezni, és akkor különböző témákban nagyon hasonló a feladat kiírása, akkor ugye egyszer érdemes ezt megcsinálni, és aztán másolni. Lehet az adott feladatból sablont is létrehozni, és akkor megint a későbbi munkát segítem. Magát a kártyát akár meg lehet osztani, illetve archiválni is lehet, erről is fogok majd külön is beszélni. Tehát így néz ki, ennyi mindent lehet tenni egy kártyával. Ugye most már látszik, hogy egy kártyát eléggé rendesen specifikáltunk, elláttunk belül határidővel, elláttuk ilyen
címkékkel is, ezek a színek, és elláttuk egy ellenőrző listával, amiből most azt látjuk, hogy három lista elem közül egy már teljesült. Ha rá akarunk nézni, akkor ez így pontosabban is megjeleníthető. Ugyanezt a többire is meg lehet csinálni, azonban ezt most nem fogom megtenni, mert más táblákon fogok még további példákat mutatni nektek. Na most kimegyek ide a házikóval, ugye látszik, hogy nemrég megtekintett tábláim itt vannak. Ugye ez a projekt, ez a deszka hátterű, ez most már itt van a többi között. Most nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt hozzárendelni egy csapathoz, mi a helyzet a csapatokkal. Ugye a csapat esetében itt lehet létrehozni bal oldalon csapatot, ezzel a plusz jellel, ezt nyugodtan megpróbálhatjátok. Ugye a diákok számára lehet létrehozni egy csapatot. Például ide beírjuk a csapatnak a nevét. Hát, ha valakinek jobb nem jut eszébe, lehet az is, hogy 8. A-osztály, és itt lehet választani különböző csapattípusok közül. Itt az oktatást választom, és ide lehet leírást írni, de ez nem kötelező. És a következő lépés, ide már beírhatjuk az első embert, aki meghívunk a csapatba. Én ezt később szeretném megcsinálni. Így néz ki az üres csapatunk tulajdonképpen, és rögtön a csapat számára egy csapattáblát létre lehet hozni. Na most lehet logót is feltölteni természetesen, és még egyebeket is. Én már egy már létező csapatomat, a Téma Hit 2020 csapatot szeretném itt megmutatni. Itt a csapatomnak vannak táblái, mégpedig 4 csapattáblája van, és vannak már tagjai is, itt bal oldalon meg lehet nézni. Ezek a csapattagok vannak itt benne, ezeket én hívtam meg. Na most a meghívás az innen is működik, egyszerűen beírunk egy e-mail címet. Na most itt szeretném elmondani, hogyha küldtök egy meghívót egy valakinek, aki még nem tagja a Trello-nak, akkor ő kap egy értesítést, és a belépéskor ő regisztrálhat, és akkor teljes jogú csapattag lesz. Ha már tagja a Trello-nak, akkor még könnyebb a belépés, akkor csatlakozik a csapathoz, és megjelenik ebben a listában. Ugye mindenki értelemszerűen akárhány csapat részeként megjelenhet. De ami lényeges az az, hogy abban az esetben, hogyha ti egy olyan csapattagot hívtok meg, aki esetleg még nem tagja a Trello-nak, akkor ha ő ennek nyomán csatlakozik a Trello-hoz, akkor kaptok egy havi Trello Gold hozzáférést, tehát egy ilyen ingyenes használatot, amivel egy kicsit több funkciót lehet elérni. Most értelemszerűen, ha valaki 12 embert hív meg, akik így csatlakoznak, már pedig ugye a diákokból sok van, akkor egy évre előre megvan a Trello Gold előfizetés. Ez nem olyan nagyon hátrányos valójában. Itt látszanak a tagok, természetesen lehet változtatni, ha valaki már nincs benne, illetve különböző jogosultságokat lehet nekik átadni, de csak akkor, mint látszik, hogyha a business előfizetéssel, business class előfizetéssel rendelkezünk. De nekünk erre nincsen
szükségünk elég az, hogyha itt megvannak az emberek. Én látszik, hogy az a jó, hogyha mindenkinek van profilképe, mert nem mindig lesz kiírva a neve, hanem a képek alapján fogjuk azonosítani őket. Nézzük meg, mire gondolok most. Visszamegyek ide, és ugye volt nekem egy olyan táblám, amit az előbb a projekt néven hoztunk létre. És itt látszik, hogy személyes tábláról van szó, de én most ezt a személyes táblát átteszem csapattáblába. Itt választok, hogy melyik csapathoz szeretném ezt a táblát csatlakoztatni. Ugye a 8-át az előbb hoztam létre, de nekem van már egy Téma 7-20-20 nevű csapatom, úgyhogy a táblát láthatóvá teszem a csapattagjai számára, és azok számára is, akik majd később csatlakoznak, úgyhogy ez most már egy csapatnak látható táblává vált. Visszamegyek ide, és akkor itt a csapattáblák között, eddig ugye ez a 4 volt, most itt van ez az 5. Egy csapathoz 10 táblát lehet ingyenesen létrehozni. Tehát, hogyha korlátlan táblát szeretnénk, akkor megint csak egy plusz előfizetés szükséges. Na, visszamegyek ebbe a projektbe, mert most már, ugye, ha a plakát tervezése kártyát szeretném megnyitni, akkor most már érdekes az, hogy tagok. Tehát most már hozzárendelhetem az adott feladathoz azt, aki majd ezt el fogja végezni. Én most választom mondjuk Titán Tihat, miért legyen, ő legyen az, aki ezt a feladatot elvégzi. És akkor itt megjelenik, és hogyha ezt becsukom, akkor itt látszik, hogy ez Titán Tihamér feladata lesz. Ugyanezt a többire is meg lehet csinálni, tehát a fotó készítése a folyó partján, ezt betehetem magamnak, meg mondjuk Titán Tihamérnek, és akkor ketten dolgozunk ezen. Ez már látszik itt a kártyán. Ami még fontos, hogy ugye címkéket kell mondjuk választani, ugye ez csoportmunka, mert ketten vagyunk, és mondjuk, hogy oké, és ugye termék is lesz, tehát ezt a kéket is bejelölöm. Na most az látszik, hogy ha elég sok ilyen kártyánk van, akkor elég fárasztó sportág azt csinálni, hogy rákattintok arra, hogy javaslatok a kiállítás helyszínére. Ugye kijelölök ide csomó tagot, ezek itt mindenki, nek legyen ez feladata, hogy ezen gondolkozzon, Tihamér is, és a címkéknél választanom kell, hogy akkor ez legyen ez egy csoportmunka. És hogyha ezt mind meg akarom csinálni, akkor tulajdonképpen nagyon sok kattintásba kerül ez. Ha valaki türelmes, akkor nem gond. Mutatok egyet a nagyon sok trükk közül, amit viszont könnyíti a munkát. Hogy hol vannak ezek a trükkök, azt is majd megmutatom felsorolva, de például egy jó trükk az, hogy hogyan rendelünk hozzá gyorsan címkéket. Fogom az egeret, rávezetem egy kártyára, nem kattintok, és lenyomom az L betűt, L mint label, vagyis címke. Rögtön megjelennek a címkék, és akkor a fotók válogatása legyen csoportmunka, legyen oké, és becsukom, és kész van. Ugye felmerül a kérdés, hogy ugye van egy olyan címke, hogy akadály meg gond van, ezt mikor fogom használni? Hát tulajdonképpen nem én fogom használni, hanem a gyerekek. Tehát, hogyha valakihez ugye ezt hozzárendeltem, és Tihamérhez meg Eleonórához mondjuk, akkor a munka során ők úgy érzik, hogy oppá, gond van a fotók válogatásával, akkor azt fogják mondani, hogy a címkénél az okét átállítjuk gondvanra, és ha a tanár ránéz, akkor rögtön látja, hogy oppá, megjelent egy sárga
vagy netalán egy piros is. Azon kívül van még egy jó pofaság ebben az áttekintésben, hogy mi van akkor, hogyha nagyon sok táblánk van, vagy hát több táblánk van, de minden táblán ugye más címkéink vannak. Más színekhez más elnevezéseket csatoltunk. Már nem emlékszem, hogy is van. Ugye itt a menü, itt meg lehet keresni, hogy mik is itt a címkék, tehát itt van. Ja, tényleg. De, hogyha fogom az egeret, és rákattintok az egyik ilyen csíkocskára, akkor onnantól kezdve meg fogja így mutatni. Ennek két fontos funkciója van, hogy ez miért fontos. Egyrészt, hogy hát ja, tényleg ezek ezt jelentik. A másik az, hogy lehet, hogy valaki olyan is van a csapatban, aki nem látja a színeket jól, és gondolni kell rá, tehát számára ezek a feliratok nagyon lényegesek. De nem csak így lehet rajta segíteni, hanem amikor színeket használunk, itt vannak a címkék, akkor itt van egy ilyen, hogy színtévesztő barát mód bekapcsolása, és ha ezzel bekapcsolom, akkor az történik, hogy a színek és a feliratok mellett ilyen mintázat is lesz benne, és ha ő megjegyzi, hogy a, nem tudom én, az alagút, vagy kukac, nem tudom, az a gond van, meg a ferde csík az az oké, akkor fogja tudni használni ezt a lehetőséget. Szerintem ez nagyon kis kulturált megoldás, úgyhogy ezt nagyon ajánlom. Említettem, hogy még a kártyáknál van egy olyan, hogy power up, egy olyan funkció is. A power up egy olyan kiegészítő funkció, ami tulajdonképpen az ingyenes verzióban egy nagy listából egy darab, egy dolgot lehet választani, és itt a menüben itt megjelennek ezek a power-up-ok, amiket be lehet kapcsolni, ezek olyanok, mint a kiegészítők a böngészők esetében. Tehát ha mondjuk rendszeresen Dropboxot használunk, akkor hozzáadhatjuk ezt a Dropbox kiegészítőt, ezt a power-up-ot, és akkor könnyebben tudunk Dropboxból ugye csatolni. De van Google Drive is, van térkép, van naptár, és még sok olyasmi, amit inkább az üzleti világban használnak, tehát mondjuk például Gantt diagram funkció, és még sok egyéb, tehát itt rengeteg van, itt oldalt lehet látni. Még egyszer mondom, az ingyenes változatban csak egyet lehet élesíteni, ha egy újabbat szeretnél, akkor azt ki kell kapcsolni, és a másikat élesíteni. De, mint említettem, hogyha ilyen meghívsz embereket, és azok a te javaslatodra csatlakoznak, akkor ugye gold előfizetést kapsz, ez azt jelenti, hogy ilyen kis korona lesz a neved mellett, itt fönt is látszik, meg itt is, és akkor több power-upot lehet igénybe venni. No, akkor most mutatnék konkrét példákat, hogy én milyen alkalmazásokat javaslok, vagy tudok elképzelni számotokra. Ugye először is itt a csapattábláknál például lehet egy ilyen úgynevezett munkafüzet. A munkafüzetnél olyan megfontolások vezettek, mondjuk azt mondom a gyerekeknek, hogy mi itt gyűjtjük az általatok elkészített feladatokat. Tehát mondjuk lehetnek otthoni kísérletek a feladatok, amiket elvégeznek, főleg most a digitális munkarendben. Lehet mondjuk olyan, hogy kis előadások lehetnek házi feladatok. És akkor
Ugye itt ilyen csatolmányok vannak, vagy fedlapok. Mind a két esetben, ha képet csatolunk, az úgy működik, mint a fedlap lenne. És itt látszik, hogy ezt a Edison, az ellentmondásos feltaláló kártyát, ezt Comp Eleonora kapta feladatul. Tehát a csapatban a kártyákat a gyerekek teszik föl, és azt mondják, hogy na, készen vagyok, itt a kártyám, benne egy link, hogy hol található, vagy egy csatolmány, hogy hol található az elvégzett feladat, akár egy videó, akár egy bemutató, bármi. És akkor a tanár tehet hozzá megjegyzést, ugye ez most ilyen üres, de ide megjegyzésbe odaírhatom, hogy nagyon ügyes vagy, stb. Stb. A power-up-oknál említettem, hogy több lehetőség van. Itt látszik, hogy én bekapcsoltam a Google Drive power-up-ot, meg a térkép power-up-ot, meg a naptárt is, és itt mutatom ennél a villamososnál, hogy mondjuk az a feladat, hogy villamosokat kell fotózni, akkor itt a power-up-ok között lesz egy olyan, ha a térkép be van kapcsolva, hogy hely, és akkor be lehet írni, hogy hol kell elkészíteni a fotót, vagy hol javasoljuk. És én itt beírtam, hogy a Jászai Mari tér az jó, mert ott kétféle villamos is van, és azokat szépen le lehet fotózni. Itt kell beírni, hogy hol. Tehát, mint látszik, rengeteg apróság van, és szinte nehéz is lépést tartani, mi mindent lehet itt csinálni. Ugye ezen a táblán látszik, hogy be van kapcsolva a Google Drive, be van kapcsolva a térkép, három lista van, ezeken a kártyák, itt van a csapat, tehát a téma 7-20-20 csapat, itt vannak benne a diákok, de innen is meg lehet hívni újabbakat. És biztosan észrevettétek még rengeteg funkciót, de például itt van ez a Butler. A Butler tulajdonképpen arra szolgál, hogy, mint hogy a neve is mutatja, egy ilyen inas, vagy egy ilyen segítő, amelyik azt a célt szolgálja, hogy ha rákattintok, akkor különböző tippeket, automatizálási megoldásokat kínál. Én azt gondolom, hogy egy tanár számára nem olyan nagyon fontos, de például leszűri, sorba rendezi az egy listában levő kártyákat valamilyen szempont szerint. Tehát például, hogyha angolul boardnak hívják ezt a listát, és vagyis a táblát, és hogyha egy táblához egy ilyen board gombot, egy board button-t készítünk, akkor itt meg lehet adni, hogy mi minden alapján válassza ki, és rendezze sorba a kártyákat. Ezt most nem fogom megmutatni, csak a mélységét akartam megmutatni, hogy ennek a programnak még milyen mélységei. Aztán még itt a menüből egy nagyon aranyosat mutatnék, ez a matrica. A matrica önmagáért beszél, tehát például ide az Edisonos feladathoz oda lehet tenni egy ilyen matricát, és akkor lehet használni, ugye, egy ilyet, vagy hogyha azt mondom, hogy itt valami gond van ennél a feladatnál. Tehát ilyen matricát lehet igénybe venni. Ez is több jár, hogyha az ember ilyen gold felhasználó. Mutatok egy másik példát, még mindig a csapatos tábláknál. A másik ilyen az olvasónapló. Például a csapatunkkal, az osztályunkkal úgy döntünk, hogy közösen olvasunk, akkor... Itt látszik, hogy van három lista, az olvasnivaló, vagy könyvtár, itt van a most olvassuk, és majd már elolvastuk. És akkor itt lehet látni, hogy ki mindenki csinálja, látszik, hogy a címkéknél
én ilyeneket írtam, hogy kötelező vagy választható, meg gyermek, meg ifjúsági, meg felnőtt irodalom, és hát természetesen a könyvborítók is itt lehetnek. Nagyon kiválóan lehet itt olvasni, és az olvasó naplókat is, vagy véleményeket, kritikákat is be lehet írni, tehát ha rákattintok, akkor itt ugye az aktivitásba mehetnek, vagy a csatolmányba, akár hangfájlok is, vagy külső linkek kapcsolhatók. Aztán még mindig a csapattábláknál mutatom, hogy van lehetőség úgynevezett sablonok használatára. Itt látszik a táblák, sablonok, otthon. Az otthon az a ilyen nyitólap tulajdonképpen. A sablonoknál pedig itt mások által már elkészített sablonok közül lehet választani, és meg lehet őket nézni, és akkor alkalmazni lehet. Ezek közül én kettőt használtam, vagy próbáltam ki. Ez a távtanítás 1 meg 2. Ez a távtanítás, ugye itt az angol példákat meghagytam, a táblának a címét átírtam távtanításra, hátterét alakítottam, és a listákat is magyarra neveztem el. Tehát az adott napon ez a cél, ezt kell elérnünk, gyerekek, hétfői napon ezek lesznek a feladatok, plusz feladat, ha kész vagy, akkor ezt csináld, itt vannak vicces adalékok, ha még marad időd, akkor ezt a feladatot kell megcsinálni. Szóval lehet a gyerekekkel így szervezni a napi munkát is. Ugye ez egy csapat tábla. Ugyancsak egy másik ilyen távtanítási megoldás az az, hogy egy kicsit komolyabb felosztás, ugye itt vannak a források, tananyagok, heti feladatok, itt lehet megnézni, itt vannak a projektek, és itt vannak a különböző vizsgák, dolgozatok, ellenőrzés. Benne van írva, hogy mikor történik, mi lesz, ide be lehet tenni a tesztfeladatot, vagy a feladatlapot, amikor az aktuálissá válik. Tehát a gyerekekkel való közös munkát is segítheti a Trello. És akkor mutatnék még néhány olyat, ami a tanári munka szempontjából érdekes lehet. És akkor itt ki is próbálhattok egy nagyon vicces dolgot. Ugye azt mondtam, hogy lehet időmenedzsmentre használni, tehát ezt mutattam a kezdetén, de mutatok egy másikat, ez a fizika óráknál, ugye azt lehet látni, hogy a hetek szerint írtam fel magamnak, hogy mit kell csinálni, tehát a 10. B-nek a egyenáramú áramkörökről kell valami anyagot összekészítenem, itt vannak a többi osztályok, és ott vannak a témakörök is. Tehát lehet így is nyomon követni a saját munkámat, és ha belemegyek, akkor ide tudok jegyzetet tenni, fájlokat csatolni, áttekinteni magamnak. Nyilvánvaló, hogy ha ugyanazt tanítom két helyen, akkor lehet nagy átfedés is a kettő között, és színek mutatják itt a címkéket, és a címkék itt jelen esetben osztályokat jelentenek. Nyugodtan kérdezzetek a chatben, hogyha valami nem teljesen világos, hogy valami felmerül. Ugyancsak mutatom, hogy egy másik megoldás, hogy hogyan lehet készülni órákra. Itt van az elmélet, itt vannak a kísérletek, ugye ez kémia, itt vannak a feladatok, és itt vannak a hetek. Tehát, hogyha valamivel kész vagyok, akkor áthúzom az adott hétre, és azon a héten azt fogom használni. És mutatok két érdekes dolgot. Az egyik érdekes dolog az, hogy
Abban az esetben, hogyha mondjuk szeretnék gyorsan létrehozni kártyákat, tehát mondjuk a kísérletekhez szeretnék újabb kártyákat létrehozni, akkor természetesen ezzel a kattintással ezt már látjuk, hogy hogy lehet csinálni. De mutatom, hogyha Excel-t használunk, az Excel-be beírom azt mondjuk, hogy lángfestés, meg a nátrium reakciói, meg a magnézium reakciói, mondjuk azt mondom, hogy fémolvadék elektrolízis, vagy sóolvadék, nem fémolvadék, olvadék elektrolízis. Ezt még egy S betűvel azért kiegészítjük, ezt én kijelölöm, Ctrl-C-vel lemásolom, és átmegyek ide, és azt mondom, hogy újabb kártya létrehozása, majd ide bemásolom. Mi történik? Ha az új kártyára kattintok, akkor ő megkérdezi, hogy most egy kártyát akarok én létrehozni, vagy valójában négyet. Tehát megmondom, hogy négy, és már létre is jött a négy kártya. A másik aranyos dolog még az az, hogy ugyanerre a kísérleti táblára rá tudok tenni e-mailből is kártyákat, és most titeket kérlek, hogy küldjetek nekem kártyákat erre a listára. Itt van az e-mail a táblára beállítás. Ugye ez egy olyan e-mail cím, ami csak nekem látszik, de ide beírom nektek a chatbe. És kérem, hogy írjatok nekem egy e-mailt, ami ez a cím, ez az e-mail cím, és a levélnek a subjectje, tehát a tárgya lesz a kártyának a neve, most írjatok bármit, nem baj, ha nem kémia, és amit a levél törzsébe írtok, az a kártyának a leírása lesz. Kíváncsi vagyok, hogy miket fogtok küldeni. Itt nem a kísérletekhez, hanem az elmélethez fog kerülni. Itt látszik, hogy melyik van itt kiválasztva, és hogy az aljára fog kerülni. Tehát kell egy kis idő, amíg ez beszinkronizálódik. Ugye az a helyzet, hogy annál gyorsabban szinkronizál, minél jobb előfizetése van az embernek, de tulajdonképpen ez nem egy rossz dolog. Nem tudom. Ó, már jönnek. Már kettő is jött, a videók és Trello néven is jött két új kártya, íme itt vannak. Rákattintok, itt látszik, hogy ki küldte, és erre is rákattintok, ezen nem látszik, hogy ki küldte, és akkor ehhez már tehetek oda a címkét, mondjuk tanári előadás, és mindenféle. Tehát tudok vele dolgozni később. Tehát ha nincs időm, akkor ezzel tudok a kártyát küldeni a saját oldalamra. Na most mutatnék egy funkciót még, és akkor lassan zárul, de láthatjátok, hogy iszonyatosan sok minden van a Trello-ban. Az egyik fontos dolog, hogy hogyan törölünk valamit, hogyan törlünk kártyát. Hát egy nagyon lényeges dolog, hogy ha rákattintok egy kártyára, mondjuk erre a sóolvadék elektrolízisre, akkor két dolgot tehetek annak érdekében, hogy ez tűnjön el innen.
Ugye, miért tűnjön el egy kártya? Azért, mert már nem kell, mert már elkészült, mert már túl vagyunk rajta. Akkor két dolgot tehettek. Az egyik az, hogy archiválom, és akkor, ha archiváltam, akkor később elő tudom hívni. Vagy tudom törölni, és akkor el fog tűnni. Még egyszer megkérdés, most kitörlődött. Kártyát lehet törölni, de listát nem lehet törölni. Viszont listát lehet archiválni, tehát ezt a kísérletek listát itt alul lehet archiválni, és akkor el fog innen tűnni, és az archívok között fog megjelenni. Ez egy nagyon lényeges dolog. A másik nagyon lényeges dolog, hogy hogyan állítjuk be azt, hogy ne kapjunk 1000 millió 400 milliárd e-mailt. Ugye itt fönt a profilra kattintottam, és a beállításoknál van egy ilyen, hogy e-mail értesítések gyakorisága. És ez azért lényeges, mert ha ide rákattintok, akkor be lehet állítani azt, hogy soha ne küldjön e-maileket. Hát ez egy megoldás, mondjuk. De azt is be lehet állítani, hogy azonnal küldjön e-mailt mindenről. Például megváltozott egy kártyának a státusza, valaki hozzáfűzött valamit, valaki módosított rajta, stb. Stb. Úgyhogy ez egy hasznos dolog lehet. Igen ám, csak ha elég sok ilyen tevékenység van, akkor záporozni fognak az e-mailek. Viszont ha azt választjuk, hogy időközönként, akkor egy ilyen gyűjtő e-mailt kapunk, ami egy áttekintést ad arról, hogy mi történt, és akkor nem fogunk nagyon megőrülni benne. Minden esetre ez egy olyan lehetőség, amit érdemes beállítani, hogy nehogy úgy maradjon, aztán túl sok üzenetet kapjon az ember. Visszatérek ide az áttekintésbe, tehát ez az, ami nagyjából itt bemutatható gyorsan. Nagyon sok funkció van, és ezt a nagyon sok funkciót azért, hogy mondjam, érdemes kordában tartani. Ahogyan említettem, vannak úgynevezett trükkök, amivel könnyebbé lehet tenni a munkát, és azt is mondtam, hogy megmutatom, hogy hol vannak ezek elrejtve, hogy hol van erről információ. Szintén a profilra kattintottam, és a profilnál, a billentyű parancsoknál jönnek elő azok a funkciók, amik ilyen billentyű parancsokkal gyorsíthatók. Itt van a címke, az elbetű, amit mutattam, de a másik, amit szoktam használni, az az új kártya hozzáadás, az az N betű. Tehát, hogyha új kártyát szeretnék létrehozni. Van-e esetleg kérdésetek? Nyugodtan lehet kérdezni, és a címben ígértem, hogy még megemlítek néhány tanári szervezőeszközt, de ezt tényleg csak említeni fogom, hát ha valaki még nem ismeri őket, de közben figyelem a csetet, hogy ha van kérdés. Tehát az egyik ilyen kedvenc eszközöm az a sorsoló eszköz, ez a sorsoló ilyen kerék, ami arra alkalmas, hogy véletlenszerűen kiválasszunk mondjuk vagy egy témát, vagy egy gyereket, vagy valamit. Itt most hát festők vannak, és hogy azt kell kisorsolni, hogy milyen sorrendben foglalkozunk mondjuk velük, vagy stb. Stb. Akkor ide beírja az ember a neveket, és utána nagyon szép sorsolást is lehet tartani. Rákattintok, akkor ezt így megpörgeti, és akkor
Munkácsi Mihály nyert, és akkor egy nagy tapssal látjuk, és akkor itt dönthetünk, hogy akkor őt már még egyszer ne húzzuk ki, remove, akkor ő lekerült erről a kis körről, és akkor folytathatjuk tovább. Ennek a neve Wheel of Names, és hát ez a címe is, wheelofnames.com. És hát ez a világ legegyszerűbb. Ha a sorsolást szeretnénk, videóra is lehet venni képernyő videó segítségével. Aztán egy másik ismert eszköz a Classroom Screen, aminek most már van új változata is. Én ezt az újat nyitom elő. Ugye ez arra való, hogy a tanár kivetítse a gyerekeknek a munka során. Van benne néhány aranyos funkció, és van benne néhány olyan, ami most a digitális munkarendben nem jó. Hát például kitehetjük, hogy hány óra van. Aztán kitehetjük, hogy még mennyi idő van a feladatból, vagy mennyi telt el. Aztán lehet használni ilyen időzítőt, mint például ezt itt. Ugye ezeket itt a képernyőn lehet tenni-venni. Aztán lehet kockadobást használni, hogyha szükségünk van rá. Aztán itt is lehet ilyen véletlenszerűen kiválasztott neveket használni. Lehet rajzolni, rajztáblát is előhívni, hogyha igen, tehát itt lehet ilyen dolgokat csinálni. Ez majdnem egy elefánt lesz. És hát nem szép, azt elismerem. Aztán itt lehet jelölni azt, hogy most milyen típusú munka van, mindenki egyedül dolgozik, csak csöndben egyeztetünk, stb. És hát természetesen a legjobb az az, amit most nem lehet digitális munkarendben ugye kipróbálni, az ez a hangerősség, vagy a hangosság, ugye, hogy mennyire legyen érzékeny, és mit tűr el, és adjon-e hangjelzést, hogyha túl hangos az osztály. És hogyha csoportot szeretnénk létrehozni, akkor nagyon ajánlom ezt a korábban, már régebben ismert KEAMK nevű alkalmazást, ahol többféle szempont alapján lehet csoportokat létrehozni, tehát ide beírjuk a gyerekek nevét, és ide azt, hogy hány csoportot szeretnénk létrehozni. Itt nemek, vagy pedig a tudásszint alapján is lehet csoportosítani. És hát ha valaki még nem ismeri a ClassDojo-t, a ClassDojo-ban is van ilyen funkció. Én szoktam használni ezt például akkor, hogyha dolgozom tanárokkal is, de hát persze gyerekekkel izgalmasabb. Itt vannak a diákok, ugye, bevisszük a diákokat, és ennek is vannak ilyen tanári szervező eszközei, mind a mellett, hogy mást is tud, például nagyon aranyosan lehet vele játékosítani bizonyos szinten, és hát kisgyerekeknél egyfajta virtuális osztályteremként működik, de itt van itt az előbb bemutatottakhoz hasonló eszköz, például ez a toolkit, amivel mondjuk csoportokat lehet készíteni, azt mondom, hogy 4 fős csoportok, és már el is készítette a csoportot, de itt a toolkitben vannak más funkciók is. Tehát itt is van véletlen számú, meg itt is van hang erősség
mérő, meg időzítő, meg ilyesmi. Tehát nagyon sok tanári szervezőeszköz van, sok tervezőeszköz is van. A tervezőeszközök közül bizony a legjobb a Trello, és még ha az ingyenes funkció nem is korlátlan lehetőségeket biztosít, de rendkívül sok jó funkciója van. Saját időmenedzsmentet is lehet nagyon jól készíteni, de ha valaki mondjuk éppen házasodni készül, akkor a sablonok között fog találni esküvőtervező sablont is, amivel azt is meg lehet szervezni. Azt gondolom, hogy tanárként rendkívül sok lehetőség van, és nagyon fontos, hogy a Trello lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulókat nyomon kövessük, a tanulók munkáját segítsük, a tanulók számára visszajelzést adjunk, hogy érezzék, hogy az ő munkájuk fontos, érezzék, hogy segítséget kapnak a tanártól, és nem azt lessük, hogy mikor hibázik, vagy nem azt lessük, hogy mikor adhatunk egy jó nagy tesztet, és akkor majd megnézzük, hogy hogy sikerül, hanem a munka egésze alatt, munka során mindig támogatást tudunk nyújtani. Erre a Trello nagyon jó. A Trello működik mobiltelefonon, tableten és számítógépen is, úgyhogy ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe.